2024. augusztus 3-án szombaton a Szegedi Bálint Sándor szeretett otthonban életének 94. évében szentségekkel megerősítve elhunyt Gyulai Endre nyugalmazott Szeged csanádi püspök. Gyulai Endre 1930. szeptember 17-én született Batonyán. Szegeden volt piarista diák, majd ugyanitt a Tudományi főiskolán végezte teológiai tanulmányait, a Tiszaparti városban szentelték pappá 1951-ben. Több helyen köztük Gyulán is szolgált segédlelkészként, majd plébánosként. 1972-től igazgatóként tevékenykedett a Szegedi Hittudományi Főiskolán, ő szervezte meg az ifjúság pastorációt. Szent II. János Pál pápa 1987-ben nevezte ki a Szeged Csanádi Egyházmegye püspökének, E tisztségében 1989-től segítette a szerzetesek visszatérését a Tiszaparti városba. Püspöksége idején 13 új templom épült az Egyházmegyében. A rendszerváltás idején az Erdélybe irányuló Európai Segély Akció vezetője volt, tevékenyen részt vett az 1991-es pápalátogatás előkészítésében. 1993-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke és az egyházi ingatlanokat rendező kormánybizottság tagja volt. Erre emlékezett egy a Gyula TV-nek adott interjúban semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes. Ezek az ingatlan ülések reggel 8-kor kezdődtek, és volt, hogy évfélig tartottak, és túlzás nélkül mondhatom azt, hogy Gyulai Püspök úr volt az ingatlan rendezésnek az atya. Tehát az egészet Izsépi Tamás dolgozta ki, a törvényi részt, akkor igazságügyi államtitkárként, de a helyzet az, hogy az első időszakban nagyon nehézkesen ment az Antal kormány idején, a Hon kormány idején egyáltalán nem adtak rá egy vasat se, vagy legalábbis minimális összeget, és a az első Orbán kormány idején tárgyaltuk végig az összes ingatlant, és biztosítottuk azt a költségvetési fedezetet, hogy utolérjük magunkat. De most ezeket a tárgyalásokat, ezeket Gyulai Püspök úr vitte az egyházi részről. Gyulai Endre püspöki megbizatását közel két évtizeden keresztül 2006-ig látta el. Utána nyugalmazott püspökként is aktív maradt. Ez az interjú 90. születésnapján készült vele. Mi nagyon fontos a hívekért való imádkozás, és papokért való imádkozás, a gyóntatás, aminek rettentő nagy hatása van az emberekben, a bennük lévő feszültségeket, problémákat, lázadásokat, Isten felé, mert most baj van, meg nem tudom mi, levezetni, imádságra átterelni. De nagyon-nagyon-nagyon a legfontosabb egyikének mindenképpen ezt tartom, a gyóntatást és az oktatást. A Szeged Csanádi Egyház megye weboldalán azt írták, Gyulai Endre püspök temetéséről később történik intézkedés.